Minden évben Davosban szoktak találkozni a globalista nagyurak, ez gyakorlatilag a globális kapitalizmus elitének a találkozója, reprezentatív találkozója. Nyilvánvalóan arról nem tudunk, hogy zárt ajtók mögött miről beszélnek, miről döntenek, de gyümölcséről ismerszik meg a fa, nagyon is körülhatárolható, hogy milyen a globális kapitalizmus szellemisége. Ez tulajdonképpen nagyon egyszerű. A lehető legkevesebb munkával, a lehető legrövidebb időn belül a lehető legnagyobb profitot maximalizálni. Ez a cél, semmi más. Ez azért van így, mert a globális kapitalizmus természete nem ismer el semmiféle magasabb emberi minőséget, pusztán az anyaghoz kötődik, ezért kizárólag a profit érdekli, hogyha esetleg különféle munkavállalói jogokat meg is adnak, néha ez nem meggyőződésből történik, ez pusztán érdekből történik, és ezek a globális hálózatok messze nagyobb befolyással bírnak, mint egyes nemzeti kormányok, így a magyar kormány is, és ezért érdemes megvizsgálnunk, hogy a magyar kormány hogyan is viszonyul a globális kapitalizmushoz. Azt kell látnunk, hogy az elmúlt 13 évben teljes mértékben lekötelezték magukat. Itt van például a kínai akkumulátorgyár esete, de beszélhetnénk a győri Audiról is, erről most kevesebb szó szokott esni, pedig nagyon fontos. Az Audiban lévő szakszervezet magyar viszonylatban egyébként példátlanul bátran kiállt, és 23%-os béremelést fogalmazott meg. Az Audi válasza meg is érkezett, pusztán 5%-ot szeretnének adni, és nem hivatalosan azt terjesztik a dolgozók körében, hogy azért nem lehet nagyobb béremelést adni, mert akkor fönnáll a veszélye, hogy utolérnék a szlovák munkavállalókat, és akkor oda lenne a győri Audi olcsósága. Parrag László is megmondta ezt már a tavalyi év folyamán, hogy Magyarország fő vonzereje az olcsó munkaerő. A Mi Hazánk mozgalom ezt elfogadhatatlannak tartja, és egyszer s mind kirajzolódik a kép, hogy teljes mértékben hitet tett a kormány a globális kapitalizmus mellett. De aki azt gondolná, hogy a másik oldal valamivel is jobb, az nagyon téved. Tulajdonképpen kár is a szót fecsérelni rájuk, őket globális, pénzügyi, gazdasági, politikai körök pénzelik. Itt van ugye a dollárral kapcsolatos botrányuk, dollár milliárdokkal támogatták őket a kampány során, tehát róluk is elmondható, hogy nem tudják, nem is akarják képviselni a magyar dolgozókat. Ezzel a globális kapitalista narratívával szemben a Mi Hazánk mozgalom viszont egy valódi népi alapú, munka alapú, organikus társadalmat képzel el, és ezért ennek szellemében felhívja a figyelmet arra, hogy ez a valódi törésvonal minden szakszervezetnek szeretnénk üzenni, akik kellően bátrak és ki akarnak állni a munkavállalókért, nem hunyászkodnak meg, hogy fogjunk össze, közösen dolgozzunk együtt azért az ügyért, amelyet fontosnak tartunk, hogy jöjjön végre egy olyan ország, ahol a magyar dolgozó az első.